Egy kék, egy fekete, egy zöld és egy sárga. A négy Porsche 911-est még két évvel ezelőtt fotózta le az átlátszó egy budai mélygarázsban. A drága sportautók egy gyűjtemény részei. A jegybankelnök fia Matolcsi Ádám cége vásárolta őket. Bár a legerősebb 345 lóerőst nem a gyors közlekedés, hanem a haszonszerzés vonzotta. Azt írta akkor, hogy befektetésként vette az autókat. Ez a 9 személyes Bombardier magánrepülőgép április óta állomásozik a budapesti Liszt Ferenc repülőtéren. A 24 pontú fényképezte le. Szerintük azóta többször járt Franciaországban, Olaszországban és Görögországban. Akár 3 millió dollárt, azaz 900 millió forintot is érhet. Hogy ki a tulajdonosa, azt nem lehet tudni, mert egy osztrák cég üzemelteti, és ők erről nem adnak információt. De a szerint többször utazott már vele Matolcsi Ádám is. Le is fényképezték, amikor éppen egy több napos utazás után a felkapott görög szigetről, Mikonoszol érkezett hazagéppel. A, a DK szerint ez pofátlanság. Miközben a válság miatt a magyar családok többségének arra sincs pénze, hogy egy hétre lemenjen a Balatonra. Mindeközben egy bank elnök fia pedig magángéppel viszi luxus nyaralásra a haverjait. Mi azt tudjuk garantálni, hogy a Fideszes elit repkedésének hamar vége fog szakadni. Matolcsi Ádám az RTL híradónak azt írta, hogy a gép nem az övé. Arra hivatkozott, hogy Budapestről sok szolgáltató indít chartergépeket, amelyek akár naponta többször is repülnek különböző úti célokra. Ezért szerinte egy reptéri finkéből erősen félrevezető, rendszeres használatra vagy tulajdonosi kapcsolatra következtetni. Azt nem tagadta, hogy használta már a gépet. Azt írta, hogy a magánjellegű utazásainál mindig viseli a költségeket, de erről további részleteket nem akar megosztani. Óriási szék az autóút mellett Veszprémben. Matolcsi Ádám 29 évesen 2015-ben vette meg a milliárdos árbevételű Balaton ami azóta több mint 600 millió forint visszanemtérítendő uniós támogatást is kapott. Tavaly 18 millió forint nyereséget termelt, de Matolcsi Ádám sem ebből a cégből, sem az évet 58 milliós profittal záró ingatlan hasznosító cégéből nem vett ki osztalékot.